Lázár János szerint az a kvóta per tétje, hogyha a magyar parlamenttől, kormánytól és az emberektől megvonják a jogot, hogy meghatározhassák az ország területén ki él, ki tartózkodhat, azzal a magyar államiság és szuverenitás alapjai kerülnek veszélybe. Magyarország álláspontja szerint a kvóta helytelen dolog, sikertelen ügy. A gondok megoldására a helyes válasz nem a kvóták bevezetése, ezért semmilyen kvótát nem fogadunk el. Magyarország nem migránsok támogatására akarja költeni az adófizetők pénzét, hanem a magyar családok, fiatalok támogatására, közölte a mai kormányinfón Lázár János. Azt az eljárási metódust vitatjuk a kvótaperben, hogy az Európai Bizottság fölülírja az Európai Tanács döntését. Ugye a kvótával kapcsolatban a befogadás az európai miniszterelnökök szerint csak önkéntes lehet. Tehát az európai miniszterelnökök úgy döntöttek, hogy az az ország, amely akar, fogadjon be, az az ország, amely akar, hívjon bevándorlókat. De amelyik nem akar, arra ne lehessen ezt rákényszeríteni. Nem kevesebb el van itt beszélben, mint hogy mi magyarok megmondhassuk azt, hogy az ország határain belül ki él. Én azt gondolom, hogy ez alapvető, az államiságot, a magyar szuverenitást lényegében meghatározó kérdés, hogy Magyarországnak joga legyen, és joga maradjon arra, hogy a mindenkori magyar népképviselet, a parlament és a kormány meg tudja azt határozni, és el tudja azt dönteni, hogy az ország területén ki él, és ki tartózkodhat. Ha ezt a jogot megvonják a magyar kormánytól, ha ezt a jogot megvonják a magyar parlamenttől, ha ezt a jogot megvonják a magyar emberektől, mármint hogy ők mondják meg, hogy ebben az országban kiélhessen és kitartózkodhasson, akkor a magyar államiság és a magyar szuverenitás alapjai kerülnek veszélybe. Úgy gondolom, a kvótapernek ez a tétje. A miniszter hozzátette, Dávid és Góliát harca zajlik. A küzdelemben csak a visegrádi és a közép-európai országokra számíthatunk.